A technológia fejlődése a mezőgazdaságot is utolérte. Egy magyar fejlesztés a fóliás és üvegházas gazdáknak segít automatizálni a gazdaságaikat. Különböző szenzorok segítségével a nap minden egyes percében adatokat gyűjthetnek a termesztés körülményeiről, az értékek alapján pedig akár távolról is be tudnak avatkozni, így nem csak időt takarítanak meg, hanem a termés is növekszik. Szentesen járunk, ahol a többi közt paprikát termesztenek a fóliasátrak alatt. Lessünk is be, hogyan használják a modern technológia adta lehetőségeket a gazdák. Most egy LC-szenzort fogunk telepíteni a vezeték nélküli hálózatunkhoz. Ez a szenzor méri a közegnek az LC-tartalmát, talajnedvesség tartalmát, illetve hőmérsékletét. Ennek az eszköznek nagyon egyszerű a elhelyezése. Annyi az egész, hogy felakasztjuk egy magasabb pontra a vevőegységet, és magát a mérő tüskét beszúrjuk a közegbe megfelelő módon. Innentől pedig folyamatosan nyomon követhetőek az adatok online, tehát akár egy okos telefonon. Emellett egy külső időjárás állomás szolgáltat további adatokat, méri a kinti hőmérsékletet, csapadékot, szélerősséget, szélirányt, harmadpontot. Amennyiben kritikus az érték, a gazdák immár távolról is be tudnak avatkozni. Itt látható a szellőztető modulunk, amit áram alá helyezzük, és így egyből távolról tudjuk vezéreltetni a fólia sátrunkat, bárhonnan, bármikor, ha nyaralunk, ha otthon vagyunk, bárhol, bármikor hozzá tudunk férni az eszközhöz, ezáltal folyamatosan kontrollálni tudjuk a sátornak a szellőztetését. A változó időjárási körülmények, például egy vihar, így már nem jelenthet akadályt. A gazdák azonnal képesek reagálni. Így pedig folyamatosan optimális környezetet tudnak biztosítani a növényeknek, ezáltal még több lesz a termésük. 20%-os műtrágyaanyag költségeken megspórolható összegek. Egyébként munkaerőben is jelentős időt tudnak megspórolni, munkaerő, humán erőforrásban is jelentős költségeket tudnak megspórolni, és én úgy gondolom, hogy hozamnövekedésben pedig egy minimum 15%-ot már a legkisebb gazdaságok is tudnak az eszközeinkkel elérni. Szentesen vásároltam egy fólia sátrat, és ott nekem elsőnek káposzta volt benne. Annak a szellőztetését próbáltam megoldani így kézibe, úgy, az úgy működött, hogy ki kellett mennem kézibe kitolni, vagy ilyen kis motorral működtetni, de viszont elég nehéz volt ennek a megvalósítása. Utána volt uborkám, ott az történt, hogy megbíztam egy embert, hogy szellőztessen rá, de viszont elfelejtette, csukva hagyta, és leégett az uborkámnak a teteje. Ma már ez nem fordulhatna elő, sőt, hamarosan még több lehetősége lesz a termesztőknek. A legújabb modulunk egyébként az öntözésvezérlő modul lesz, amely a vízgazdálkodási szempontból egy nagyon hasznos lesz. Gyakorlatilag sokkal kevesebb vízre lesz szüksége a gazdáknak, nem lesz annyi felesleg elpazarolva, ezáltal még többet tudnak megspórolni, akár a vízgazdálkodási szempontok szerint is. A gazdák előre beállíthatják, mikor jelezzen a rendszer. Értesítést kérhetnek e-mailen vagy SMS-ben. Sőt, akár megadhatják, milyen határértékek esetén nyíljon ki, vagy záródjon be önmagától a szellőztető ablak. Egyik termelőnk megvásárolta a szellőztető eszközeinket, és elment nyaralni. A Balatonon volt nyaralni, és akkor itt, mivel hogy egy közösség van, azért szólnak egymásnak az emberek, hogyha valami probléma van. Az egyik ismerőse szólt, hogy itt egy hatalmas vihar van, ők pont épp vacsoráztak, és akkor elővette a telefonját, és lecsukta a szellőzőket. A pálya megkérdezte tőle, hogy te mit csinálsz. Hát mondtam, hogy lecsukom a szellőzőt. És akkor így meglepődött rajta a pálya, hogy ilyen egyszerű? Igen. Az eszközök telepítéséhez ráadásul nem szükséges semmiféle technikai tudás. Könnyen és gyorsan beépíthető már meglévő rendszerekbe is. Minden vezeték nélkül működik, és nem kell hozzá internet kapcsolatot sem biztosítani. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, ugyanis az idei évben több díjat is sikerült elhoznunk. Ezeknek a díjaknak egyébként nem titok, a fenntarthatóság volt az egyik témakör, illetve a másik a vízgazdálkodás és az energiagazdálkodás. Én úgy gondolom, hogy ezek a díjak azt mutatják, hogy egy jó irányba tartunk, jó irányba haladunk, és nem csak a hazai gazdáknak szeretnénk ezzel megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, hanem a nemzetközi piacon is szeretnénk helytállni, stabilan helytállni. A magyar fejlesztés, amellett, hogy gazdaságilag is megtérülhet, az ökológiai lábnyomot szintén csökkenti.